Megkezdődhet az előkészítése az M9-es út térséget érintő két szakaszának. Szabadtéri edzéssel készülnek a versenyekre a halasi ökölvívók. Szabad már a tűzrakás, ám a biztonsági előírásokat továbbra is be kell tartani. Megérkezésen virágai, dr. Mácsai Anikó képeiből nyílt kiállítás a közösségek házában. Egy új kormányrendelet szerint a következő három esztendőben 47,5 milliárd forintot biztosít a kormány 24 közlekedést érintő beruházás előkészítésére, majd 2025 és 2027 között összesen 35 milliárd forintot tervez a megvalósításra. Mindennek köszönhetően az M9-es gyorsforgalmi út megyénket érintő szakaszainak előkészítése is megkezdődhet. Bányai Gábor kormány biztos bízik abban, hogy mindezek a döntések komoly gazdaságélénkítő hatásúak lesznek, és csökkenhet az 53-as főút terheltsége is. Az 53-as útnak a terheltsége valószínűleg a duplájánál is nagyobban fog megváltozni. Duplán fogják terhelni Szerbia felől, hisz ha elkészül a kétszer kétsávos elkerülő út a mostani kétszer egysáv helyett, Szabadka nyugati részén, déli nyugati részén, akkor úgy meg fog nőni a forgalom az 53-ason, hogy gyakorlatilag Halas keleti oldaláról nyugatira születni kellene, hogy emberi időbe át lehessen jutni. Erre nem vagyunk fölkészülve, semmifajta közlekedési megoldás nem bírná ezt a forgalmat elterelni, illetve elviselni. A másik, hogy miközben épül a Sótat-keleti elkerülő út, ennek vadkelete nézve jó hatása lesz, de ez megint csak vonzani fogja az 53-as útra érkezőket, és jelen pillanatban a kelet-nyugati összekötetésünk inkább dél-nyugat felé húz le, tehát Baja irányába, 55-ös útnak köszönhetően, ami nem tudja kiterelni a térségből azt a várható brutális forgalmat, ami meg fog történni, hisz közben bővül két sávval a magyar oldalon a átresztő képesség, és ugye egy kettő sávval fog tompán bővülni a szerbiai rendőrség átresztő képessége. Na már most ez jelzi azt, hogy komoly gondokkal küzdünk. Jelenleg az a helyzet az M9-essel kapcsolatban, hogy a nyomvonal kérdése egy-két kilométerre kelet-nyugatra eldőlt, hisz az 51-es 53-as út összekötésének nincs jelenleg alternatívája, csak az, ami a szekszárdi Csonka M9-es autóútnak a végállomás, az 51-es útnak a körfogam a Fajsz alatt délre. Ez lesz a kiinduló pontja a további fejlesztésnek. Az M9-es nyomvonalának kijelölése komoly vitákat generált. Maga Bányai Gábor országgyűlési képviselő is több egyeztetést tartott az ügyben a térségi vezetőkkel, a szakminisztériumokkal. Azt sokan rosszalták, hogy miért nem Halasra megy az autóút, miért nem Halas mellett megyek közvetlenül. Ennek egyszerű földrajzi és közlekedés politikai okai vannak, hisz az 53-as utat akkor bírjuk megmenteni a teljes kapitulációtól, hogyha minél közelebb a szerb-magyar határhoz, a szabadkai Felevé-Tompai határátkelőzés kiszálláshoz húzzák be. Tehát ebben semmifajta más ügyet nem tudunk felhozni, mert nem fog másképp, ha így délre megy le az autóút, vagy csak kelet-nyugatra, akkor az nem spórlás elméletileg a délről a Balkánról érkezők számára, és nem bírjuk átterelni az ötös autópályáról sem a forgalmat, ami szintén már nem bírja elviselni ezt a bődötes és növekvő forgalmat. Tehát jelen pillanatban azt lehet ígérni, azt lehet inkább mondani, hogyha jövő év végére megvan az 51-54-esnek a dokumentációja és a közbeszedési eljárása, akkor tud dönteni a kormány a 25-ös kezdésről. Az 54-es, 55-ös, 53-as csomópont csatlakozás, ami még magába foglalja egy kiszállás Tompát elkerülő kétszer kétsávos gyors útnak az építését a határig, hisz egy új határátkelő is fog ezáltal épülni, ami a úgymond autópálya határátkelő lesz. Most ennek a tervezése, mondom, hogy jól halad, ennek az 51-54 közötti, az 54-55 közötti, az 55-ös 53-as mellett lehaladó déli szakasz az még hátrébb van, de függetlenül a szerbia oldal gőzerő fog dolgozni az építésen, magyar utol kell őket érni, és azt jelenti, hogy jövő évben, ha kiviteli tervek elindulnak, akkor megvan rá a forrás, hisz a kormány döntött ennek a biztosításáról, akkor 2025 évben jutunk el abba az állapotba, hogy
évvége felé, tehát mostantól 2 év múlva körülbelül meg lehet vagy már hirdetni, vagy már eredményt lehet hirdetni a közbeszerzési eljárás végeredményére. Tehát én 2025 után 26-ra datálom, hogy az 54, 53, 55 közötti átkötés, illetve a autópálya a határhoz közelítő szakaszai már nem a tervezésbe, hanem az építési fázisba kerülnek. Háromszor egy perc, fél perc szünettel folyamatosan, mint a boxmeccs lenne. Szabadtéri edzéseket szervezett a Halasi Box Club. A Sóstónál lévő nagy színpad pedig ideális helyszínt teremtett ehhez. A 12 fiatal 3 délutánon át élvezte a ritka lehetőséget. Mester Sándor elnök szerint ennek köszönhetően a klub is megmutathatta magát a szélesebb nyilvánosságnak. Nagyon sok ember sétál, pihennek, van, aki használja a szabadtéri edzőpályát, el vannak itt az emberek, napközben is volt jövésmenés. Egy kicsit meg szeretnénk mi is azt mutatni, hogy a bunyó igenis egy családias jellegű dolog, hiszen igaz, hogy megpróbáljuk megütni a másikat, de nem szabálytalanul, nem agresszívan, hanem becsületes küzdelemmel, és odafigyelünk egymásra. Erről szól nekünk egy kicsit ez a mai délután, nekünk öregeknek is, és neki fiataloknak is. Ne hingjelj, ne akart szétütni, mozgat! Szabó Lajos ötlete volt, hogy hozzuk ki a raktárba a ringet, nézzük meg, hogy hogyan használható, mire használható. Mi a Leuszki Lacival megbeszéltük, és szakmai kihívást láttunk benne, hiszen a srácok edzésen ott is van felállítva egy ilyen szükségring, egy kötéldarab, de ugye ott két-három pár boxol egyszerre a ringbe. Más, mint amikor csak egy ellenfél van velem szembe, és csak addig, vagy csak akkor hagyhatom abba a bunyót, amikor megszólalt a gong. Ezt meg kell szokni a srácoknak. A 12 fiatal számára versenyszerű körülményeket teremtettek. A legutóbb egy makói gálán szereplő Varga Máté és Kádár József Dániel szó szerint véremenő meccset vívott. A két tehetséges sportoló úgy küzdött, mintha éles mérkőzés lett volna. Dani fáradtan értékelte a nem mindennapi összecsapást. Gondoltam amúgy, ez lesz. Mert ő több éve boxol, én meg nem. Elolvád a bal kezed! Máté, elolvád a bal kezed! Januártól kezdtem. Egy új sportot akartam kipróbálni. Versenyszinten akarom majd kezdeni is. Ennyi. Varga Máté azt mondta, tetszik neki ez a különleges helyszín. Sokat lehet így fejlődni. Meg, hogy itt a ring is, így jobban meg is lehet szokni a versenyeket. 2021 nyarán kezdtem el boxolni, és az egyik régi osztálytársam miatt kezdtem el. Már régebb óta is szerettem volna járni, csak anyukám nem engedte, és hát így ennyi. Most már sikerült a szüleidet meggyőzni arról, hogy ez egy jó sportág? Hát így a korral már engedékenyebbek voltak. Ti vagytok a legkeményebbek, titeket hagytalak a végére. Jó? Ha valamelyikőtök küldi a másikat, akkor azon nincsen nagy gond, mert lesz idő felgyógyulni. Szili Bence volt a csapat Benjaminja. Jóval magasabb alkalmi ellenfelével szemben is helytált. A 11 esztendős fiú éretten választékosan nyilatkozott. Egy hónapja kezdtem el, és azért, mert ez a sport nekem nagyon tetszett alapjáraton, és úgy éreztem, hogy hozzám való. Hogy élik hozzám, mert legelső nap, mikor elmentem, mert akkor tetszett, éreztem, hogy csak így elkezdek szárnyalni, és minden nap egyre erősebb lettem. Egy kicsit magas volt az ellenfél, bár mondjuk beteg voltam, és egy hét kihagyás után egy kicsit vissza kellett zökkennem. Az edzés idején sokan megálltak, nézték a foglalkozást. A Halasi Box Clubban remélik, hogy néhányan kedvet is kaptak ehhez a szép, ám igen férfias sportákhoz. Ha megvette, vigye vissza. Avasszag miatt termék visszahívást rendeltek el a Spar Natur Pur Bio Couscous 500 g-os termékre.
2023. november 25 a minőség megőrzési idő. Az üzletbe visszavihető, a termékárát visszatérítik. A visszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik. Ugyanezt rendelték el a gyermekeknek 8 hónapos kortól adható 35 g-os DM Bio málnás puffasztott rizskorongok esetében is. Határérték feletti aflatoxin tartalom lehetséges előfordulása jelenti a problémát. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a honlapjukon közzétett azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el. Ebben az esetben a minőség megőrzési idő 2024. 6. hónap 4-e. Már szabad a tűzgyújtás, de az előírásokat be kell tartani. Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a hatóság visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun megyében is. Az erdő avarszintjét is átnedvesítő mennyiségű csapadék elérte az alföldi vármegyéket is. A lehullott csapadék következtében csökkent a tűzkockázat. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy erdőterületen tüzet rakni a tűzgyújtási tilalom megszűnése után is csak a kijelölt és a kiépített tűzrakóhelyeken szabad, szélcsendes időszakban, úgyhogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen. Az ajánlásuk szerint a tüzet nem lehet felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról, a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűzgyújtója minden esetben köteles gondoskodni. Országos népszerűségű a 12. Koliken Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúra, eddig több mint 100-an regisztráltak rá. A tervek szerint a túrázók augusztus 26-án szombaton a Közösségek Háza elől kora reggel startolnak el testvérvárosunk Szabadka irányába. Szabadkán a magyarországi és vajdasági magyar előjárók a városházán köszöntik a résztvevőket, rövid kulturális műsort követően Szabadka egyik legrégebbi épületének, a ferences templomnak a megtekintése következik. A jelentkezés ők nagy száma miatt a szervezők kérik, hogy mindenki időben regisztráljon az eseményre a halasmedia.hu-n elérhető regisztrációs felületen. Újja itt közül a kor, úgy számít szürke bor, és a perc hordja el. Zene, vers és textilképek találkozása volt az a kulturális esemény, melynek keretében dr. Mácsai Anikó mutatta be alkotásait a halasi érdeklődőknek. A hölgy ezer szállal kötődik városunkhoz, így nagy boldogság számára, hogy itt is kiállíthatta képeit. Minden a városhoz köt. Én hazajövök Halassal. Én hazajövök, Kecskeméten vagyok otthon, de Halason vagyok. Jöttem haza. A két nővérem köt, még hál' Istennek mind a ketten jól vannak. Ide kötött édesapám, édesanyám, a múlt. Ide köt minden, az emlékek, a fenyőfák, a szerelmek, minden ide köt engem még mindig Halassal. Hál' Istennek olyanok az osztálytársaim, hogy mindig olyan kedves és annyira szervezett gimnáziumi találkozókat tartanak, hogy nem tudjuk egymást elfelejteni. És nekünk mindig buli egy osztálytalálkozó, és bízom benne, hogy ma is egy buli jellegű lesz, hogyha jönnek az osztálytársaim egy kicsit megnézni a képeimet. Én Halast imádom, mert Halas hatalmas, ugye ez a régi mondás. A tárlat megnyitón természetesen ott voltak az alkotó legjobb barátai is, akik nélkül a kiállítás meg sem valósulhatott volna. 6 éves korunk óta barátok vagyunk, aztán gimnáziumban is együtt jártunk, utána ugye főiskola, egyetem, akkor elváltozottunk, de összetartottunk, azóta is tartjuk a kapcsolatot Anikóval. Én már megszoktam, hogy Anikó nagyon ügyes, megszoktam, hogy gyönyörű képei vannak, én már kaptam is tőle, otthon van a szobám falán, és pont ezért gondoltam, hogy meg kéne szervezni ezt a kiállítást itt neki, hogy más is gyönyörködhessen benne, ne csak én otthon. Úgy néznek ki, mint az olajfestés lenne, de ilyen picike, apró kis textil darabokból van összeállítva, és imádom a virágokat, olyan élethű virágok, hogy az ember szinte érzi az illatukat, és olyan jó ránézni, és olyan optimisták, olyan kellemes érzés velük nézni. A rendezvényen Szecsődi György több dalt is eljátszott gitárján. Ő is kiskunhalasi születésű, bár már nagyon rég elsodorta az élet innen. Most nagy örömmel tért vissza szülővárosába. Dédszüleimnek a sírja itt van a református, illetve a katolikus temetőben, tehát az évente egy-két alkalommal megjelennek, és nagyon csodálatos. Most is sétáltunk egyet a kiállítás előtt,
itt a sétáló utca, meg a főtér nekem nagyon szép. Úgyhogy gratulálok a halasiaknak, és még visszavágyom egy kicsit, úgyis, hogy nagyon régen elkerültem innét, úgyhogy nagyon szép kis város. Mácsa Janikó azt mondja, képeivel meg tudja őrizni az utókornak azokat a textil darabokat, amik egykoron egy sál vagy egy szép ruha részei voltak. Az anyagok újrahasznosítása. Én is kidobok rengeteg ruhámat. Pont rájöttem, hogy viszem bárkinek, aki akarja, vagy viheti, ha megunom. De ezek valahogy itt újrahasznosulnak. Ezekből más lesz. Ez már nem a blúzom, meg a szoknyám, hanem ez egy kép. Ez a lelkem.